Csütörtökön két kiállítás megnyitóval már megkezdődött a Makó városnapi rendezvénysorozat. Ma reggel a Nemzeti Lobogó és Makó zászlajának felvonását követően testületi ülésen emlékeztek meg a város születésnapjára. Megtiszteltetés számomra, hogy Makó város születésnapját, 316. születésnapját a Makó város közösségével együtt ünnepelhettem itt, az ünnepi testületi ülés keretében. A tegnapi napon már kiállítás megnyitókkal indítottuk a 4 napos rendezvénysorozatunkat, és a mai napon országgyűlési képviselőnk Lázár János miniszter úr is megtisztelte rendezvénysorozatunkat. Makó városát 1699 pünköst havának 7. napján alapították. Városunk születésnapi ünnepségén 2004 óta részt vesz Igazfalva delegációja is. A romániai település nem csak együttműködési szálak kötik Makóhoz. 1894 évek végén a kirajzások családjai közül is Igazfalvára érkeztek, úgyhogy mint gyermekként, unokaként érkezünk ide, már 2004 óta, amióta Igazfalván polgármesternek választottak először, 12 éve járunk ide Makóra, mint meghívott vendégek. Azelőtt is jártunk ide ismerősökhöz, barátokhoz, mivel voltak fennmaradt családi, unokatestvérig családi kapcsolatok a makójakkal. Az ünnepi testületi ülésen fellépett a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kicsinyek kórusa, valamint az iskola fuvola és ütős kamara csoportja.